Üdvözlök mindenkit a mostani téma, válhat e valaki narcisztikussá, egy narcisztikus mellett. Azt először leszögezném, hogy a narcizmus ugye az egy spektrum, az egy skála, tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki hol helyezkedik el ezen a bizonyos spektrumon. Egy majdnem egészséges narcizmus, az szinte minden emberben ott van, és ez kell. Tehát ők azok, akik a négyes és ötös hatos szinten vannak. Ők azok, akik egészséges, Nárcizmussal rendelkeznek. Aztán ott van a skálán a hetesek és a nyolcasok. Ők azok, akik erőteljes narcisztikus vonásokkal rendelkeznek. Ez már nem jó. Ez már nagyon nem jó. Ez már ez már nem egészséges narcizmus. Ez már bántalmazóan és károsítóan hat a környezetre a hetes és nyolcasok, de ettől ők még nem narcisztikus személyiségzavarosak. A narcisztikus személyiségzavaros kategóriába a skálán, illetve spektrumon a 9 és 10-esek tartoznak. Ők azok, akik narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, és ők az igazán kemény diók. Tehát, ha valaki húzamosabb időt eltölt egy narcisztikussal, éveket, vagy akár rosszabb esetben évtizedeket, az igen, az igazoltan vesz át bántalmazó mintákat. Azonban ettől ő még nem lesz narcisztikus, személyiség, zavaros. Viszont, hogy átvette ezeket a mintákat, ezeket a rossz mintákat, ezeket már tovább viszi a kapcsolataiba, ami ott károsítóan fog hatni. Tehát mondok neked példát, ott vannak például a borderline -nak. A borderline az mit vonz mágnesként? Hát a narcisztikus. Ez neki az otthonos. Mert ugye a borderline az eseteknek a döntő többségében egy narcisztikus szülőnek a teremtménye. Tehát a borderline felnőtt korában azt fogja keresni, ami neki az otthonos volt gyerekkorában. Neki az otthonos az volt, hogy a narcisztikus szülő, hogy viselkedett vele, ezért felnőtt korában is ugyanezt fogja keresni. És a borderline kapcsolatból kapcsolatba megy, mert a narcisztikusok ugye mindig el fogják dobni, el fogják hajítani. Ezért aztán a borderline hosszú évek alatt kapcsolatból kapcsolatba megy, és folyamatosan veszi át a narcisztikus bántalmazó mintákat, majd miután átvette ezeket a mintákat, ezeket már alkalmazni fogja a borderline a következő kapcsolataiban is. Tehát innentől már azt lehet mondani, hogy ő egy narcisztikus borderline lett. Tehát az igazolt, hogyha valaki húzamos időt, éveket, évtizedeket eltölt egy narcisztikus személyiségzavaros mellett, az igazoltan átveszi ezeket a bántalmazó rossz mintákat. Az ember az úgy működik, hogy a környezet, amiben van, abból automatikusan ezeket a mintákat átvezi. Tehát, ha te egy rossz környezetben vagy, és előtted nincsenek jó minták, hanem csak rosszak és negatívak, akkor igen, te ezeket a mintákat sajnos át fogod venni. És ezeket a mintákat tovább fogod vinni a következő kapcsolataidba. Ezért azt lehet mondani, hogy a társadalmunk, ami most jelenleg van, az egy narcisztikus társadalom. Ebben élünk. Ez nagyon kemény így kimondani. De szenvekni professzor saját maga is mondta, hogy a narcizmus az jobban terjed, mint a koronavírus, és karantén sincs ellene. És itt nem a narcisztikus zavaros emberekből van a több, hanem azokkal, akik erőteljes narcisztikus vonásokkal rendelkeznek. Ilyen társadalmat érünk manapság. És ezek az emberek, bár nem személyiség zavarosak, de a viselkedésük már bántalmazóan hat a környezetükre. Elindít egy láncreakciót. Ezt fogják továbbadni, ezt fogják továbbvinni, és egyre és egyre többen leszünk. És a társadalmunk az teljesen egy narcisztikus társadalom manapság. Rengeteg. És egyre több és több. Nem lehet azt mondani, hogy ez, egy, ez a narcizmus manapság, ez, egy, ez csak egy felkapott valami, és akkor majd ez alább marad. Nem. A jövő, hölgyeim és uraim, a narcizmus akár tetszik, akár nem. Ez a folyamat már elment egy olyan irányba, ami az én véleményem szerint megállíthatatlan. Ezek a nyers tények, amivel szembe kell nézni. A társadalmunk, az azt lehet mondani, hogy egy fogyasztói társadalomban élünk. Az emberek elfogyasztják a másikat. Ha valami nem jó, ha valami nem működik, akkor egyszerűen csak fogják, és azt a nem működő valamit eldobják, majd mennek a következőre. De nem oldanak meg az emberek semmit nem akarnak, nem, nem, akarják megérteni a másikat. Nem akarnak a másiknak a gondja bajával foglalkozni. Nem akarnak a másiknak a lelki világával foglalkozni. Nem akarnak semmivel foglalkozni. Az emberek úgy vannak, hogy kapják meg a tökéletest, ami nekik jár. Ez egy alapból, ez egy narcisztikus felfogás. Mert olyan, hogy te tökéletesen kapsz valamit, olyan nincs az ég világon mindenért dolgozni kell. De a jelenlegi helyzet az, hogy az emberek nem dolgoznak és nem tesznek semmiért. Csak elvárják azt, hogy amit kapnak, az tökéletesen kielégítse az ő saját igényüket. És ha nem elégíti ki ezeket az igényüket, nem probléma. Miért lenne probléma? Annyi választási lehetőségem van, mint égen a csillag. Választok egy következőt vagy őt is elfogyasztom, és megyek a következőre. Az sem működik, nem probléma. Manapság az embereket rengeteg inger éli. Ott van a virtuális világ, a rengeteg online társkereső, és még sorolhatnám. Ezek mind az emberek elé egy olyan választási lehetőséget adnak, ami tudat, tudat, tudatosan vagy tudat alatt is azt sugalják, hogy ha valami nem működik, miért próbálnád megjavítani? Miért próbálnál abba időt ölni, ha egyszerűen x millió lehetőséged van arra, hogy válts egy jobbra, mert ez sugalja minden. Válts egy jobbra. Merj élni. Egyszer élsz. Úgy gondolom, hogy ez talán nem a legmegfelelőbb hozzáállás. De amivel szembe kell néznünk, azok a nyers tények. És a statisztikák is azt mutatják, hogy az emberek itt már nem szeretnének semmit megoldani. Egyszerűen, ha valami nem jó, akkor lecserélik egy másikra, bízva abba, hogy az jobb lesz. De az eseteknek a nagy részében nem lesz jobb. Ugyanaz lesz. Mitől lenne jobb? Mitől lenne jobb? Ha van egy adott ember, akinek vannak az adott problémái belül, ugyanazokkal a gondokkal küzd, ugyanazokkal a frusztrációkkal küzd, és azt nem javítja meg, hanem mindig azt várja, hogy majd egy másik személy lesz az, aki őt rendbe teszi, ez a világon a legnagyobb tévedés. Téged és neked, a te boldogságod, az soha, de soha nem szabadna, hogy egy másik embertől függjön minden belőlünk indul ki. Ha te belül nem vagy jó a saját magaddal, akkor hogy várod el azt, hogy majd egy másik emberrel te jóba tudsz lenni? Nem tudsz jóba lenni. És itt ez az egész már megint azt lehet mondani, hogy elindult a ráncreakció, mert tele vagyunk olyan emberekkel, olyan társadalomban élünk, tele vagyunk sérülésekkel, tele vagyunk frusztrációkkal, tele vagyunk belső haraggal, tele vagyunk belül negativitásokkal, nem jó, ami bennünk van. Mégis mindig azt várjuk el, hogy majd jön az a bizonyos uh, szőkeherceg fehér lobon, és majd felkarol minket, megment minket, és tök oké, és happy, meg minden lesz, happy end lesz. Nem lesz happy end. Amíg magadba, magadat nem tudod rendbe tenni, ott belül és nincs, nincs rendben a lelki világod és a belső világod, addig pontosan azt fogod kivetíteni, ami ott belül van. Hisz mit csinál a narcisztikus is? A narcisztikus is ugyanezt csinálja. A belső negativitását, frusztrációját vetíti ki a környezetre. És miért akar a narcisztikus mindenkiből áldozatot csinálni és konvertálni? Hát azért, mert ő saját maga is egy áldozat. Ezért aztán a narcisztikus is úgy gondolkozik, ő is egy áldozat, ő neki az az otthonos. Ő traumatizálva volt. Akkor ő csinál magának egy otthonos környezetet. Tehát traumatizálja a környezetet. És ezáltal itt már az egészséges embert is pillanatok alatt ugye ezzel ki tudja csinálni. Ez az ember átveszi a bántalmazó mintákat. Ettől nem lesz narcisztikus személyiségzavaros, de rengeteg olyan mintát átvesz, ami már bántalmazóan fog hatni a következő kapcsolataira. Belemegy az ember ezekbe a kapcsolatokba, és mivel ezeket viszi-viszi magával, nem oldja meg, nem csinál semmit annak érdekében, hogy rendet rakjon magába, ezért aztán tönkre megy a kapcsolata, nem tesz semmit azért, hogy megcsinálja, és itt főként saját magával kellene csinálnia és kezdeni a dolgokat, hogy ott belül magába rendbe rakjon mindent, eldobja, millió választási lehetőség van, jön egy másik, nem csak annyi lesz a különbség, hogy más lesz a haja színe, más lesz a szeme színe, más lesz az életkora, de a végeredmény ismét ugyanaz lesz. Eldobás. Jön egy másik. És ez ismétlődik. Nem jó, de ez van. Narcisztikus társadalom és narcisztikus jövőkép van. Ha tetszik, ha nem, ezt el kell fogadni. És Szent Veklén professzor még azt is elmondta, Hogyha valaki uzamosabb időt elköltön narcisztikussal, az kettő dolgot elszenved. És ez a kettő dolog, amit elszenved, ez állandó. Ez már élete végéig cipeli. Az egyik az empátia deficit lesz, nem lesz már többi empatikus senkivel, a másik pedig, hogy soha az életbe többet nem fog megbízni senkiben. Ez állandó lesz, és ezt nem én mondom, ezt a professzor mondja. Ezzel már utána nem lehet mit kezdeni, ez élete végéig marad, tehát jól gondold meg, hogy te mégis meddig akarsz egy narcisztikussal lenni. Mert ezt a két dolgot ez kapott tőle, és ezt a két dolgot te megkaptad tőle, amit elvileg, elméletileg a professzor szerint nem tudsz rendbe tenni, sehogy, akkor hogy akarsz utána bárkivel normális kapcsolatot létesíteni? Ha soha többet nem fogsz tudni megbízni senkiben, akkor annak a kapcsolatnak is a napjai, ami a nászisztikus után jön, hiába lesz az egy normális ember, mivel elszenvedted az empátia deficitet, és nem bízol meg benne, meg vannak számlálva ennek a kapcsolatnak is a napjai. Tehát jól meg kell gondolnod azt, hogy ha te egy narcisztikus mellett lehorgonyzol, akkor ennek milyen negatív hatásai lesznek a jövődre nézve. Ennyit szerettem volna már. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot. Like Facebook csoportomat pedig megtalálod a Facebookon, ha irad a bekeresőbe, hogy a Benfentes, akkor ki fogja dobni.